Ha Budapesten sétálva 10 járókelőt megkérdezünk arról, hogy ki találta föl a számítógépet, akkor a 10 járókelőből az úgy gondolom, hogy 9-en azt fogják válaszolni, hogy Neumann János. Hogyha magát Neumann Jánost kérdeztük volna meg, akkor ő valószínűleg ezt visszautasította volna, mert ő soha nem tartotta magát a számítógép feltalálójának, és azt hiszem, ezt nem is mondhatjuk rá, hogy a számítógép feltalálója volt. Az viszont igaz, hogy benne volt a nagy úttörő informatikusok azon csapatában, akiknek oroszlán része van abban, hogy a modern számítógépek megszülettek. Hogyha Németországban kérdeznénk egy járókelőt, ugyanezzel a kérdéssel, hogy ki találta föl a számítógépet, akkor ott azt hiszem, hogy Konrád Zuse-t neveznék meg, hasonlóan joggal. Hogyha pedig Bulgáriában kérdeznénk meg, vagy az Egyesült Államokban akár, akkor ott sokan azt mondanák, hogy John Vincent Atanasoff, egy bolgár származású amerikai tudós, aki nem csak részt vett az első elektronikus számítógépek készítésében, de magát a komputer szót és Atanasoffnak köszönhetjük. Ő volt az, aki a modern elektronikus számítógépekre a komputer kifejezést javasolta, amely eredetileg egy foglalkozást jelölt, a számológépkezelő alkalmazott matematikusokat nevezték komputernek. De hát nézzük meg egy kicsit Neumann János életét, ki volt Neumann János. Az ő munkássága kapcsán egyik leghíresebb kutatóját, Kovács Gőzőt szeretném idézni, aki azt mondta róla a Neumann Jánosról megjelent kis monográfiájának befejezéseként. Ki volt hát Neumann János? Tudós és feltaláló, aki a matematika mellett élete egyik főművét, a számítógépet, az egész emberiségnek hagyta örökül. Neumann nem engedte szabadalommal védeni a tárolt program elvét, mert azt akarta, hogy minden kutató szabadon építhessen számítógépet. Nem népekben és nemzetekben, nem is üzletben gondolkodott, humanista tudósként a társadalom javát kívánta szolgálni. Így nevezhetik őt a világban Johann von Neumannnak, vagy Johann Neumann von Margitának, vagy akár John von Neumannnak is. Mi, 10 millióan, itt Európa szívében jól tudjuk, hogy ő mégiscsak a mi Neumann Jánosunk volt. És szeretnék még egy gondolatot idézni, Alföldi István pedig ezekkel a szavakkal terjesztette fel Neumann életművét a hungarikumok sorába. A mai napig minden infokommunikációs eszköz az asztali számítógéptől, a laptopon keresztül, az okostelefonokon át az ipari alkalmazásokig mind-mind azonos elvi felépítésű, Neumann elven működő eszköz. Azt hiszem, hogy ezek a gondolatok megvilágítják Neumann géniuszát, de Neumann géniuszának csak egy szeletét világítják meg. Ő 1903. december 28-án született Budapesten, a szülőháza az itt látható, a Báthori utca és a mai Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésénél, ezt most emléktábla jelöli. Az édesapja egy nagyon ismert és jómódú bankár volt, Neumann Miksa, aki nemesi címet kapott, Báró Margitai Neumann Miksa lett, édesanyját Kan Margitnak hívták, és két testvére volt, Mihály és Miklós. Mihály orvos volt, Miklós pedig jogászként dolgozott, és egy néhány évvel ezelőtt halt meg, Nikolász von Neumannként is ismert ő. Neumann János a Fasori Evangélikus Gimnáziumban tanult, több más híres magyar tudóshoz hasonlóan Rácz László tanítványa volt, aki a tehetséggondozásnak az egyik legzseniálisabb képviselője Magyarországon. Neumann Jánosnak a kiemelkedő tehetségére, elsősorban matematikusi tehetségére is fölfigyelt, 1920-ban pedig az ország legjobb matematikus diákja kitüntetést nyerte el Neumann János. Emellett ő egy olyan családban is nevelkedett, ahol a tehetséggondozást maguk a családtagok is nagyon fontosnak tartották. Ennek megfelelően a Neumann családnál a vasárnapi ebédeken, a különböző családi találkozókon rendszeresen fogadtak vendégül neves matematikusokat, fizikusokat. Neumann János édesapja úgy gondolta, hogy jót fog tenni a fiának, hogyha ezekkel a neves személyiségekkel beszélget, és igen hamar kiderült, hogy ő méltó partnere ezeknek a komoly felnőtt tudósoknak. A tovább tanulásában is elsősorban a matematika vezérelte. Budapesten, Berlinben és Zürichben tanult matematikát, illetve hogy úgy mondjam, melléktantárgyként fizikát és kémiát, Zürichben pedig vegyészmérnök képesítést szerzett.
1929-ben a Princeton Egyetem vendégprofesszora lett, ettől kezdve az Egyesült Államokban tevékenykedett, az Egyesült Államok egyik leghíresebb tudósává vált, és mint mondtam, a számítás technikára gyakorolt hatása az csak egy kis szelete az életművének, rendkívül sokszínű, hogy mi mindennel foglalkozott, a játékelmélettől kezdve a numerikus meteorológián keresztül egészen az atombombával kapcsolatos kísérletekig. A 40-es években találkozott egész pontosan az Aberdeeni vasútállomáson Hermann Goldsteinnel. Ez azt hiszem, hogy megváltoztatta a későbbi életét, mert tőle értesült arról, hogy az Egyesült Államokban elektronikus számológép épül. Ez volt az ENIAC nevű számológép, amit az amerikai szakirodalom egy része a világ első számítógépének tart. Én azt hiszem, hogy ez még túlzás ránézve, ugye számítógép lett volna, de valóban egy nagyon nagy teljesítményű elektronikus számolókészülék épült akkoriban. Ennek már bekapcsolódott az építési munkálataiba, majd 1945-ben az EDVAC számítógép építése kapcsán alkotta meg a Neumann elveket leíró First Draft című művét. Ezek a Neumann elvek, ezek annyira hatalmas hatást gyakoroltak a kortársaikra, illetve a későbbi számítástechnikusokra, hogy valóban azt mondhatjuk, hogy a modern számítógépek túlnyomó többsége az a Neumann elvek alapján létezik és működik. Ugye kettes számrendszerben működő tisztán elektronikus számológépekről van szó, amelynek aritmetikai egysége van, vezérlőműve van, input és output eszközei vannak, és emellett, ami egy nagyon fontos gondolat a Neumann elvek között, az a tárolt program elve, amit megvalósított. Ezen elvek alapján készült el az IAS nevű számítógép már, vagy IAS, hogyha magyarul nevezzük, amely teljes mértékben a neumanni gondolatok alapján készült, ezért én ezt az IAS nevű számítógépet tartom az első igazán modern architektúrájú, mai értelemben vett számítógépnek. Nagyon érdekes családfája bontakozik ki a Neumann elvű számítógépeknek. Ezeknek a gépeknek tulajdonképpen az unokaöccse vagy unokája az első magyar számítógép is, az M3. Tehát figyelemmel kísérhető, ahogy a Szovjetuniótól kezdve Svédországon keresztül, Kínán át, bármelyik nagyobb országot említhetnénk, megjelentek a neumanni gondolatok. Emellett Neumann János, mint említettem, az atomenergiai kutatásokban is oroszlán részt vállalt, és az atombombával kapcsolatos kísérletekben. Sajnos ennek folyamánya volt, hogy sugárfertőzéssel kapcsolatos betegséget kapott, és végül elég fiatalon 1957. februárjában csontrák következtében elhunyt. Halála előtt még az Atomenergetikai Bizottság tagjává vált, és nagyon magas rangú kitüntetéseket kapott az Egyesült Államoktól. Büszkék vagyunk arra, hogy a Neumann János Számítógép Tudományi Társaságnak van egy nagy, átfogó, világszínvonalú informatika történeti kiállítása, és ezen kiállításon belül egy külön teremben mutatjuk be Neumann János életét és munkásságát, és számos eredeti relikviája található ezekben a vitrinekben, többek között ez az Atomenergetikai Bizottságba való kinevezés is megtalálható itt.